Örömmel jelenthetem be, hogy a pártok közül elsőként a Mi Hazánk mozgalom adta le az országos listáját. Ez azt jelenti, hogy az egész országban mindenhol lehet szavazni majd a Mi Hazánk mozgalomra, és ez azt is jelenti, hogy a harmadik erővé vált immáron hivatalosan is a Mi Hazánk mozgalom, hiszen megelőztük a Fideszt, és megelőztük azt a balliberális tömböt is, amely még mindig marakodik a mandátumokon, még mindig nemhogy programot nem volt képes felmutatni a magyar választópolgároknak, de egyelőre még az országos listáját sem volt képes leadni. A Mi Hazánk mozgalom azonban ezen már túl van, tehát minden szavazókörben lehet majd a Mi Hazánk mozgalom országos listájára szavazni. A Mi Hazánk mozgalom országos listájának az élén jó magam, mint a párt elnöke és miniszterelnök jelöltje szerepelek, illetve Dúró Dóra és dr. Apáti István országgyűlési képviselőnk, és az első hét név is országosan ismert vezetőink neveit jelenti, illetve vannak azért a tágabb listán olyan nevek, országosan ismert nevek is, mint például a 20. helyen Fekete László, az ország, Magyarország legerősebb embere.